Megtelt a köbös tartály. A múltkori esők után olyan 600 liter víz volt benne, de annak nagy részét ellocsoltuk, már csak ne 800 volt benne, nagy részét ellocsoltuk, akkor már csak 400 volt benne, de a tegnapi nagy zúj után idáig ér a vízszint. Hát ugye kicsit lejt a tartály, a főt nem egyenesítettem ki rendesen, úgyhogy ott van egy kis buborék, és utána viszont fullon van a tartály. Tehát látható olyannyira, hogy azt néztem egyébként, mikor az eső elcsendesedett, akkor már tökéletesen bele tudott folyni, nem volt probléma. De amikor a nagyon nagy zuhi volt, akkor itt a víz egy része az itt így felugrott, így gellert kapott, fölpattant, és itt erre, ja, nem látjátok a levéltől, szóval a víz egy része az itt, hoppá, az itt fölpattant a szélen, és itt kiugrott így egy ilyen kanyarba, és hát arra elment. Ennek ellenére megtelt a tartály. Hát nagyon-nagyon esett tegnap éjszaka is. Úgyhogy a másik hordóval is volt akció. Itt hátul hordó van, de valószínűleg ezt is le fogom cserélni majd egy köbös tartályra alkalomattán. Mert itt még viszonylag sok víz jön. A harmadik csatorna ponton ott már nem sok víz. Ott megtelt egy hordó, de annyi. Szóval itt is ömlött a víz. És hát megint megtelt a kifolyó törmelékkel, pedig nemrég volt takarítva, de egyszerűen a tudjának a törmelékével, a mogyoróval megtelt, úgyhogy ennek az lett a következménye, itt az egyik kis cickány, a fehér, de fosnak, mint a fene, menekülnek az ember elől. Na, most ez annyira nem fél. Hello, kis cickány, szia! Szóval, az történt, hogy itt ugye nem tudott lefolyni a víz, és a csatornából kifolyt onnan, és ide lecsattant. Jabu, hagyd békén a kis cicát, ide lecsattant, és a víznek a negyede kb. Kifele folyt, a háromnegyede pedig befele folyt, de ez olyan szinten, hogy kb. Odáig, míg a pöttyös fülyejű cica van, odáig fröcsköl, tehát itt egy ilyen hatalmas vízsugárral folyt be a víz a teraszra, szerte széllyel. Meg a csatorna végén is folyt, a legvégén, amit túl van a kifolyón, tehát így ömlött, de hát leginkább ide be, ezt már este vettem ugye észre, akkor volt az eső, úgyhogy nekivetkőztem, levettem a pizsamát, hogy ne lázzon el minden, mert ugye ott ömlött a víz, tehát itt tényleg rengeteg folyt befelé, spriccelt, mint az állat, úgyhogy aztán így csupaszon, anya szült mesztelenül, ide álltam a kis székre, és innen belenyúkáltam a csatornába, és kipucoltam. És kiszedtem a ganét, tehát egy részét kifele tudtam dobni, egy részét le a csőbe, amit ugye alul kiköpött, de aztán az, mivel könnyű volt, felütött a tetejére, és leszóltam róla. Hát ezt utána ma reggel vettem észre, hogy a kezem egy kicsikét ezt megviselődött. Az asszony egyébként fölvette, hogy itt anyaszült mesztelenül vagyok, de ezt nem fogjuk ide betenni ezt a videót, ettől mindenkit megkímélek. Látszik a csupasz fehér seggem rajta. Ebből nem lesz ide bejátszva. És ott megtelt az a hordó, hát most már átraktam a csövet a másik hordóba. Hát ez nagyjából, jó, abba is fért volna már, tehát ezt lehetne automatizálni, de itt nincs akkora mennyiségű víz. Ez csak szinte a fészer teteje, úgyhogy azt így kézzel megoldottuk. Hát ide akkor lehet, hogy megnézem, befér-e, de szerintem be fog férni. Egy köbös tartály, és megpróbálok még szerezni egyet. Annál is inkább, mert vannak terveim, nagyon gondolkodok veteményes ügyben, hogy legyen-e veteményes, de sok minden szól ellene, és nagyon kevés szól mellette, őszintén szólva. Ami mellette szólna, hogy lenne saját krumpli, paprika, paradicsom, ilyesmi, bár én mondjuk a paradicsomot nem szeretem, az asszony szereti. Aztán mindezen kívül az összes többi az ellene szól. Hát az első, hogy rengeteg munka. Ugye itt nem vetünk gyümölcsfákat ültetek, azt nem kell kapálni, meg ilyenek. Persze azzal is van munka bőven, de kapálással meg ilyenekkel nem kell foglalkozni. Viszont, hogyha itt nekiállok kicsit komolyabban veteményesezni, akkor először is venni kell egy rotakapát, ami befektetés. Mert hogy mutatom egyébként, ugye, itt is kéne már, jönnek az üzenetek, elfelejtettem,
elfelejtettem kikapcsolni a netet. Szóval kéne már fűkaszálni, röffenteni kéne a fuxi, de egyszerűen annyi dolgom van, hogy most egy napot itt fűkaszálni nem nagy nélkre. Tehát itt végig lehetne csinálni egy hatalmas, szét mit tudom én mennyi, 200 méter, mert még ott a fa mögött is van még hely, ahol középen, csak ott arrébb csúszva lehetne csinálni egy ágyást. De ezt ugye végig kéne rotálni, nagyon keményen, nagyon mélyen, szerintem előtte gyomírtózni is, mert hogy ez ugye tizen pár éve már biztosan nincsen itt semmi gazdálkodva ezen a talajon. Tehát ez teljes vastagságában egy 20 centiben csak gyökér, tehát teljesen át van szőve gyökérrel. Tehát én is próbáltam korábban ültetni, hiába ástam föl, nem volt elég hatékony. És ugye a málnáknál, és azért ez látszik a málnákon is, a málnáknál csináltam azt a módszert, és ezek tök jó működnek azóta is a málnák, hogy itt nem csak, hogy fölástam előtte, mert tényleg nem volt elég a fölásás semmire, minden tiszta gyökér volt, azonnal újból gazosodott, hanem a málnák esetén csináltam azt, hogy gyomírtóval letoltam a francba, és miután megdöglöttek a gyomok, na utána ástam föl. És hát, jó, ez már utólag lett ugye hozzágyomírtózva, erről volt van poszt a Facebookon, hogy mellette, hogy ne menjen be a tarax, de hogy szóval nem ez az érdekes abban, hanem a málnák azóta is jól megvannak, nem szenvednek és sínylődnek a sok gyökér között, úgyhogy hát nekem ez vált be. Na mindegy, de ez a kisebbik probléma, igen, itt szép nagy parlagfüveink vannak. Most tényleg röffenteni kell a fűkaszát, most valamitől egyébként elkezdett sárgulni a málna. Most látom, valami korság elkapta. Egyébként szép nagy volt eddig, nem tudom mi a tökérte, most dicsekedtem vele, milyen szépek a málnáink erre, ilyen. Na. Szóval, hogy mert hogyha ezt végig akarom rotakapálni, akkor ugye veszek rotakapát tavasszal, ősszel legalább végigpörgetni, trágyát beforgatni, kutyafaszom. De a nagyobbik probléma a víz. Most oké, veszek még egy 1000 literes tartályt, az még nem egy akkora tétel, de ezt locsolni is kellem. Oda már nem biztos, hogy elég lesz a 2000 liter, mert így is azért, hogy csak az áfonyabokrot locsolom, meg a frissen ültetett fákat, mert ugye az öreg fákat nem locsolom. Mindent, ami már ilyen 2-3 éve lett ültetve, azt már nem locsolok. A fákat 2-3 éves korukig szoktam locsolni, úgyhogy fönn most a két naspolya van locsoláson, a som, az áfonyabokor és a datolya szilva. Ezeket locsolom jelenleg. Itt ugye a málnákat locsolom, elő pedig a ribizliket, illetve az asszonynak a zöldségesét. És így is nagyon-nagyon fogy a víz, és kannákkal több mint egy óra, míg ezt végig locsolom. Volt, hogy én itt szivattyúval, slaggal szuttyogtam, de azért ez itt egy emelkedős terület, amikor fönt, ami nincs olyan túl messze innen, a türkesztáni szil telepet locsoltam, akkor slagoltam, de már ott is alig volt víznyomás. Tehát ez nem igazán jó megoldás. Most ami még fölmerült bennem esetleg, még Fuxi bácsival erről nem beszéltem, van egy ilyen kertkocsi, talán 28 000 forintért, megkérdezem tőle, hogy ez mennyire bírja ezt a göröngyös talajt, mert azért itt ugye, hát ez nem fog látszódni a videón, de azért itt is van benne egy ilyen kis árok, meg vannak ilyen göröngyök, fűcsomók, tehát ez nem egy tök sima történet. És mondjuk vennék egy 100 literes hordót, rá a kertkocsira, az ugye 350 kilót elvben bír, tehát a 100 liter vízzel el kéne birkóznia, és akkor kitolnék 100 liter vizet, és kannával locsolnám az ágyást. Most is kannával locsolom, csak ugye most mindig föl le kell jönni ezt a bő 200 métert. Szóval ez merült föl bennem, hogy esetleg akkor így kannázgatnék a feltolt vízzel, mert azért ez egy picit könnyebb. Felhúzok alkalmonként, mit tudom én, 2-3 100 liter vizet, és szétlocsolom. De hát ugye akkor az azt jelenti, hogy akkor kell egy tartály, oda legalább még egy köbös tartály, kell egy kertkocsi, kell egy rotakapa, és idő. Mert azért azt utána is kell kapálni, meg minden, azzal foglalkozni kell. Szóval beszéltek már le arról, hogy nekem legyenek ilyen ágyásaim. Tehát én nem szeretnék, illetve szeretnék, de beszéltek le, hogy ne legyen se krumpli, se paprika, se semmi, tök jók a gyümölcsfák. Írjátok meg, hogy ne akarjak többet, jó?
gyümölcsfáim nagyon jó, ne akarjak veteményest. Na, ezt viszont még megmutatom nektek. Ez itt ugye Zoé kutya sírja, ahova ültettem ezt a virágot, ami még mindig nagyon nem akar magához térni. Úgyhogy addig, hogy hasznosítsuk a területet, uborkát vetettünk ide. És mutatom, ta-ta-ta-ta. Van uborka, sőt, ezt a rácsot tegnap üzemeltük be, a fatárolóból megmaradt betonacélháló. Aki nem látta még a fatárolós videót, a fatároló építéséről van egy négy részes sorozat, lépésről lépésre, és a fatároló oldal ez a betonacélháló, és ezt tegnap bevetettük. Újra hasznosítottuk, voltak még egy csomó kicsi ubi, igen. Itt is van kicsi ubi. Tehát van, ezek magról ellettek ide szórva, jóval sűrűbben, mint kéne, vagy szabadna, de úgy voltunk vele, hogyha itt úgy is kapálni kell, meg gasztalanítani, akkor ne legyen már potyára gasztalanítva, meg kapálgatva, meg gazolva, hanem akkor egy ilyen uborka föld legyen. Itt meg ugye az asszonynak a fűszeres veteményese. Ez meg ugye a metélő hagyma, amit már megint nem vágtunk vissza, és fölmagzott egy csomó. Azelőtt mindig akartam menni a metélő hagymát, amióta megvan, az első évben még rengeteget ettem a metélő hagymát, azóta állandóan el van felejtve, hogy van metélő hagymánk, és együnk belőle. Remélem, most majd eszembe fog jutni. Na, hát szóval itt ez a helyzet, please győzzetek meg. Itt megkezdtünk egy komposztot is. Még egyelőre sok minden nem látszik belőle. Majd valamikor ezt körbe is fogom keríteni. Itt lesz a komposzt. Egyelőre még csak ennyi van. Na, ezzel az ubival búcsúzom el a végén. És léci, beszéljetek rá arról, hogy veteményest csináljak. Köszi, sziasztok! Illetve dehogy sziasztok, hát elfelejtettem megmutatni. Datolja Szilva. Végül ugye elhullajtott egy csomót, mint az várható volt, de négy darab gyümölcsöt, azt várunk. Fókusz az nincs ellenfényben, fókusz ne várjunk. Valamelyiket, pont a legkisebbet fogjátok talán legjobban látni. Itt a legjobbak a fényviszonyok, de itt sem olyan menők. Lufasz, fókusz sehol. Igen, a kicsiket még egy fokkal jobban látjátok talán, de szerintem ez a legnagyobb. Csak nem merem forgatni, nehogy letörjen. Meg most ezzel az ujjammal nem tudok fókusz nyomni. Szóval ilyen a datolja szilva az alakul, úgyhogy ha ez így fog maradni, hogy ez itt ennyire működik, tudjátok, ott lent van egy nagyon öreg döglődő barackfa, már mindenféle féreg járt, a kukac járta, már volt, hogy én is megcsonkoltam egy 6-8 évvel ezelőtt, aztán újrahajtott, azt tervezem likvidálni szegényt, mert csak szenved. Egyébként még terem, de hát láthatóan nagyon oda van, és csak szórja a kórokozókat. Annak a helyére gondolkoztam, mit ültetek, és akkor lehet, hogy az ő helyére is egy másik datolja szilvát fogok ültetni. Úgyhogy ez fölmerült bennem, mert ez most úgy tűnik, hogy itt működik. Jó? Hát, ha most jobban látszódik. 4K-ba van, lehet nagyítani. És hát, ha már itt járunk, a lenti alma az gyalázatos, idén a piros, az teljesen teli van varasodással. Azt nagyon rosszkor kapta el az alma varasodás. Ez látható volt, abban a párás szutykos időben nem tudtam permetezni ellene, és az egy árnyékos helyen van bent az udvaron, tehát az nehezen szárad. Ezen egy-kettő apróság van, de most ez az idared, ez nagyon szép kezd lenni. Tehát az idared az most úgy tűnik, hogy idén az így tök jól összeszedte magát, és nőnek a szép piros almácskák. Hát nincsen rajta sok, meg lett ritkítva, meg ezen eleve se sok volt. Még kiméljük ezt a fát. Jó, azért, na most így látom, ezen is azért van, de ez engem nem zavar, tehát ez az élvezeti értéket nem befolyásolja. A szürk és fehér réteg, ugye szokták mondani, az élvezeti értéket nem befolyásolja. Tehát ettől még az alma finom,
És hát akartam nektek mondani, hogy a kis farontó lepke az egyre kevesebb, de most megint van az edényben, tehát kint hagyjuk még egyelőre a csapdát, mert ott vannak benne. A nagy farontók viszont már tényleg elfogytak nagyon. Tehát a nagy farontó lepkének úgy tűnik kiment a szezonja, ellenben a kis farontó lepkével, aki még mindig nem akar a rajzás végére érni. No, hát így néz ki, várja a fuxit, meg engem, hogy mikor lesz rá egy napom, hogy ezt végig toljam. Na, most már aztán tényleg sziasztok!